Sziasztok! Nagyon nagy nap a mai, ugyanis 2 hónap karantén után ismét pályára léphetek, és végre nem a lakásom hátsó kertjéből kell készítenem az edzés videókat, hanem a City Squash klubból, és azon belül is a 4-es pályáról, szinte a második otthonomból. Ezeket az edzéseket László Imre fogja nekem majd levezényelni, aki lassan már 10 éve jóban rosszban velem van, és az edzőm, illetve a mentorom, és minden, amit szakmailag tudok, azt tőle tudok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok hasznos információt fogtok hallani, illetve én is még mindig nagyon sok új dolgot fogok tőle tanulni, úgyhogy tartsatok velem, és nézzük meg, hogy mivel készült nekem mára. Ciao! Sokkal több minden lehet, ez akár egy amatőr sportolónál is, de főleg egy versenyzőnél, hogy azok a hibák, amik mondjuk évközben a verseny időszakban előjöttek, azokkal hogy tudjuk felépíteni, hogy tudunk dolgozni rajta, illetve hogy tudunk javítani bizonyos ütésekkel. Legyen ez egy akár
sima tenyeres alapütés, vagy egy röpte, vagy egy poszt, bármi. Itt főleg ugye a ritmust, illetve azt a lábmunkát kell összerakni, amitől ez egyre jobb lesz, és egyre ügyesebbre teszünk. Tehát akkor a mai edzést inkább csak have fun, élvezünk, és akkor utána majd a következő videóban meg elkezdünk építkezni, szépen a én úgy gondolom, hogy az alapütésektől igen, tehát hogy akkor megyünk majd szépen sorba, akár tegyeres, utána fonákoldal, egy röpte, egy bort, bármi, ma pedig nézzük meg, hogy mi az, amit nem felejtettünk. Jó? Sziasztok! Yeah.